Négyből egy gyereket bántalmaznak az iskolában. Ez derül ki a Mentsük meg a Gyerekeket Egyesület legfrissebb felméréséből. Szakemberek szerint azonban az iskolai zaklatások, illetve bántalmazások áldozatainak száma ennél jóval nagyobb. Egy gyerek 10 perc alatt elveszítheti ön és társaiba vetett bizalmát, ez pedig hosszú távon mély sebeket hagyhat benne, és negatívan befolyásolja érzelmi fejlődését. Ebben a helyzetben van a romániai diákok negyede, mondja egy friss felmérésre alapozva a Mentsük meg a Gyerekeket pszichológusa. A Lina Schenk szerint a következmények beláthatatlanok. A gyerekek lehetnek áldozatok, bántalmazók vagy tanúk. Mindháromra negatív hatással van a jelenség. Az áldozat depresszióba eshet, szorongatja. Elutasíthatja az iskolát, illetve csökkenhet az iskolai teljesítménye is. Sajnos néhány gyerek akár az öngyilkosságot is megkísérli. Az Egyesület felméréséből az is kiderül, hogy a diákok 73%-a tanúja volt már megaláztatásnak az iskola falain belül. A tanfelügyelőségnek nincs a fizikai, illetve pszichikai bántalmazásra vonatkozó statisztikája. A zaklatások utókezelését Maros megyében a Pszichopedagógiai Segítségnyújtási Központ biztosítja, az ők statisztikája is megdöbbentő. Csak Marosvásárhelyen 257 egyéni pszichológiai konzultációt tartottunk az érintettekkel, és itt nem csak zaklatásról beszélünk, hanem számos agresszivitással kapcsolatos problémáról is. Országos szinten egyébként az új tanév kezdete óta csak nem 8000 új iskolai zaklatást vettek jegyzőkönyvbe. A Mentsük meg a Gyerekeket Egyesület átfogó kampányt indított, amely az iskolai zaklatások ellen irányul. Kerekasztal beszélgetéseket szerveznek a tanintézetekben, amelyekre nem csak pedagógusokat, iskolai tanácsadókat és diákokat várnak, hanem a szülőket is, akik fontos szerepet tölthetnek be az iskolai zaklatások csökkentésében.